Ronaldo az egyik leghíresebb, legnépszerűbb és legtehetségesebbnek tartott focista a világon. Nos, ezek után Koreában már biztos nem így tekintenek rá. Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, főadmin vagyok, és az utóbbi időben történt egy kis dolog, ami miatt a koreai fanok és maguk az egész koreai társadalom, úgy mondhatjuk úgy, ronaldo egészen kibukott, és eléggé megutálták őt. De mi is történt pontosan? De mielőtt belekezdenénk, hogyha még nem vagy feliratkozva a csatornára, nyugodtan nyomj rá a feliratkozás gombra, és ezáltal a jövőben sem fog lemaradni hasonló tartalmakról. A közelmúltban a Juventus foszi csapat egy barátságos mérkőzést játszott a koreai All-Star csapattal. Mondhatjuk egy kicsit ilyen erő összemérés gyanánt is, és persze a nézők szórakoztatása céljából is. Ennek a meccsnek az egyik legnagyobb fénypontja, ugyebár az egyik legnagyobb sztárja, az Ronaldo lett volna, koreaiak nagyon kíváncsiak lettek volna a játékára, nagyon kíváncsiak lettek volna rá, hogy élőben is lássák, mi más sem bizonyítja ezt annál jobban, mint hogy az 50 ezer férőhelyes foci stadion teljesen megtelt. És a stadionban készített interjúk alapján az embereknek legalább a fele csak azért ment el, hogy élőben láthassa Cristiano ronaldo játszani. Na de az időjárási körülmények ezt nem így gondolták, eléggé esős idő volt, és éppen emiatt a Juventusnak a repülőgépek késett. A késés miatt még a meccset is el kellett halasztani egy órával. Szóval akik elmentek pontosan a meccse, azoknak egy órát kellett várniuk rá, hogy a meccset láthassák. Ez persze nem ronaldo -e, és nem is a Juventusnak a hibája volt. Az egy órás késés miatt ronaldo -nak le kellett mondja a fan meetingét. Szóval voltak olyanok, akik drágább jegyeket vettek, hogy ott lehessenek a fan meetingen, találkozhassanak vele személyesen is, és azok mondjuk azt, hogy igazából az ablakon dobták ki a pénzt. De ezzel még nincs is semmi, az időjárás hibája ugyebár révén, hogy egy Juventus meccsről volt szó, amiben Cristiano Ronaldo is szerepelt. Képzeljétek el, a kezdő ár is 300 ezer forint környékén volt, hogy bemehes a meccsre. Ez a legalapabb jegy, amit meg lehetett venni. Ha egy igazán jó helyen szerettél volna ülni, és mondjuk esetleg részt akartál venni a fan meetingen is, akkor körülbelül 1 millió forintnak megfelelő összeget kellett kiperkáljál azért, hogy ezt megtehesd. És gondoljunk bele, hogy ha teltház volt abban az 50 ezeres stadionban, mi pénzt kiadtak az emberek azért, hogy láthassák Ronaldo-t. Szerződésbe is volt kötve, és meg is egyeztek azon, hogy Cristiano Ronaldo 45 perc játékot fog tölteni a pályán. Én azelőtt soha az életben nem hallottam olyanról, hogy ha valaki ilyen nagy futballlegenda, akkor fizetnek neki azért, hogyha a pályán játszik. Hát nem hallottam még eddig ilyenről, de szerintem a szervezők biztosak akartak lenni abban, hogy a koreaiak, hogyha már ennyi pénzt fizetnek, akkor kapjanak is érte valamit. A legnagyobb probléma az volt, hogy viszont nem kaptak semmit. Ronaldo egész végig a kis padon ült, Eleinte, mikor mutatta őt a kamera, akkor még az emberek éjjenezték, ugyebár sejtették, hogy fog majd játszani, valószínűleg nem az elején, de aztán, ahogy kezdett közeledni a meccsnek a második fele, és utána a meccsnek a vége fele, az emberek egy kicsit kezdtek már pipák lenni. Ugyebár eleve egy fél időt le kellett volna játszani, de a második fél idő megkezdése után, mikor látták, hogy semmi kedve nincs felmenni a pályára, és a másik felháborító dolog igen az is volt, hogy ahányszor vette őt a kamera, az emberek hiába éjeneztek, de ő pedig elég unod fejet vágott, és olyat, mint aki egyáltalán nem szeretne ott lenni, vagy mint aki nem érdekel az egész. Szóval eleinte még az emberek éljenezték, aztán később ö, már egy kicsit idegesebbek voltak. A legvégén pedig már voltak, akik tömegesen Messi-nek a nevét kezdték el kiabálni, már csak azért is, mert látták, hogy Ronaldo mennyire le... Na őket nagyon sokan követelték vissza a pénzüket, és ha úgy veszük, jogosan is, és egy koreai anyuka, aki ráadásul nem is volt túlságosan tehetős, szeretett volna mindent megadni a fiainak, és szerette volna a legjobb ajándékot adni nekik, mivel nagy futballrajongók és Cristiano Ronaldo fanok, hogy elvigye őket a meccsre. 400 ezer forintnak megfelelő értékben vásárolta a jegyet, hogy a gyerekei láthassák a példaképüket játszani, és bizony ebből semmit nem láttak. Nagyon-nagyon sok ember csalódott volt, és ez a rengeteg csalódottság mind Ronaldo felé irányult, ugyanis nagyon sok ember miatta ment el, szerződést is kötöttek róla, hogy játszania kellene, és még tette meg. Valójában a szerződésben az is benne volt, hogy ha Ronaldo nem fog a pályára lépni, és nem fog 45 percet játszani, akkor egy nagyjából 170 millió forintnak megfelelő érték büntetést kell fizessen ezért. Nos, kifizette. Nem is a csapat? Ronaldo kifizette. Ami végül pedig végké feltette az íra a pontot, az az volt, hogy mikor Ronaldo visszaért haza, kiposztolt egy képet arról, hogy az edzőteremben fut, vagy edz legalábbis, és hogy nagyon boldog, hogy végre otthon lehet. Na ezen aztán az emberek még jobban kiakadtak. Összességében a Juventus azzal takarózott, hogy Ronaldo nem volt a megfelelő kondícióban, hogy pályára léphessen, éppen ezért is nem lépett pályára rendben van, mondjuk akkor, de miért van az, hogyha hazamegy és egyből a konditeremben találhatjuk, hogyha valójában nem érzi jól magát. Második dolog, hogyha valójában az edző dönti azt el, hogy Ronaldo nem léphet pályára, akkor a bírság nem ronaldo illeti, hanem a Juventus csapatát. A Juventus csapata, hogyha így dönt, hogy megszegik a szerződést, már csak azért is, hogy nem akarnak veszíteni, hogy valamilyen nem akarják ronaldo igazából pályára küldeni, akkor ők fizetik ki a büntetést természetesen. De ebben az esetben Ronaldo fizetett, ami viszont elég érdekes. Az egésznek a hátterében sokkal jobban Ronaldo unott kedvét látva, vagy durcás kedvét. Lehetséges, hogy igazából Ronaldónak valami nem tetszett, vagy valami nem volt jó. Lehetséges, hogy maga az egész helyzet, hogy késvérkeztek a repülővel, sietniük kellett, hogy gyorsan pályára tudjanak lépni, és ez az egész Ronaldónak annyira nem tetszett, hogy végül azt mondta, hogy na ő aztán vég nem fog pályára lépni. Mert ellenkező esetben, hogyha valóban az edző, vagy maga a csapatkapitány, vagy bárki tiltotta volna meg neki, hogy pályára lépjen, akkor az érthető lenne, hogy ők ezért vállalják is a felelősséget. Szerintem Ronaldo inkább akkor lett volna igazán haragos, vagy azért lett volna rossz kedvű, hogyha a csapat egy ilyen fölösleges kiadásba verte volna őt bele, de ennek ellenére azt láthatjuk, hogy Ronaldo inkább kifizette ezt az összeget, és hazament boldogan edzeni. Valószínűleg nem tetszett neki, valószínűleg nem érezte jól magát, valószínűleg valami volt a dolgok hátterében, most, hogy tényleg sértődés, vagy egészségügyi állapot, vagy bármi más, azt nem lehet tudni. Minden esetre a koreai fannyai előtt teljesen elásta magát, és igazából Ronaldóra a legcsúnyább, legrosszabb szavakat illeti. És azt is kijelentették, hogy az ő hazájukban többet nem fog labdába rúgni. Nos, nektek mi a véleményetek az egészről? Nyugodtan írjátok meg kommentben, tehát, hogy ti mit gondoltok. Jogos volt-e a felháborodás, vagy sem? és hogy Ronaldónak elnézést kéne kérni az egészért, vagy sem. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebbe a videóban, főadmin voltam, legyen nagyon-nagyon szép napotok, hallgassatok minél több kápopot, és sziasztok! Engem meglagyott Kriszti mert én nem vagyok Krisztiánó, az ember 7 ös csak pedig hasonlít a fényképe. Engem meglagyott Kriszti mert én nem vagyok Krisztiánó, az ember 7 ös csak